és Jonas eddigi összes tized részének tartalmából. Oda nézzetek, ez egy fésű egy űrkapszulában. Wow. És most Orbánnal eszik. Jaj ne! A fésű megölte Orbán, mert megszállt a Soros György szelleme. Jaj ne! Robbanás, migránsok, epikus csapat, kalandok és egy bíróság. De jó, Orbán feltámadt! Most, hogy kihúztuk Soros György vagy bázisát a konnektorról, megtámadhatjuk, de papuk széletébe került. Mindegy, úgyis irritált a hangja. Várjunk, mi van? Oda néz, ott van Putyin! Néhány kenyér, meg egy eper és egy Nutella. Harcok a Holdon. Ó jaj, Soros titokban kerít és Brandon volt, aki meghalt az első részben, és eddig teljesen értelmetlen szereplő volt, és semmi nem vezette fel ezt a dramaturgiai csavart. Nézzétek, jön Németh Szilárd, yeah! Elrobbáltam Németh Szilárdot, boom! Ide néz, van nálam egy papír, és ki tudom mondani azt, hogy Dick és lépcső. Jaj ne, leestem a lépcsőn, és meghaltam. Vége. A mesterlövészet egy jó munkafajtás. És egy erőpróbát jelentő munka, mint a szabadban. És garantálom, hogy nem alszik, mert a nap végén két ember marad a bolygón, és biztos lehet benne, hogy az egyik a másik halálát kívánja. Bruh. Orvi, Orvi, figyelj, mert nem egy őrült puskás ember vagyok, hanem egy mesterlövész. Annyi a dolgot, hogy egy dombon feküdj és nézz a tárcsébe és szólj, ha hazaér egy fésű. Ebben mi a bonyolult? Te mit is keresed? Pontosan zuglón. Há, a régi szép idők. Ajjaj, ez itt a Libero riasztó. Nem veszik fel! Kurva élet! Baby shark tutututututu, baby shark tutututututu, baby shark tutututututu, baby shark. Mi? Mi van? Mi történt? Hogy kerültem ide? Őszintén a fádban senki nem ért meg. Figyelem, a burka hőmérséklete elérte a minusz 2 Kelvint. Hát én ezt már nem bírom felfogni. Szóval svájci mínusz 2 kelvines úrka miatt megváltoztuk a fizika törvényei, és mozog a szám, mikor beszélek. Várjunk csak! Ez már megvolt, aha, értem. És ez 2 másodperce történt, de mire felolvasom, már kb. 3. Na mindegy, szólj, ha hazaért Jónás. Mm-hmm.